Milyen témák kerültek napirendre a legutóbbi testületi ülésen, miről lesz szó az értéktár konferencián, és mitől varázslatosak a budakeszi nők? Természetesen ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol, de mielőtt bármelyiket kifejtenénk bővebben, volt alkalma a polgármester asszonynak a köztársasági elnök úrral találkozni személyesen. Januárban miniszterelnök úr járt a városban. Ez egy véletlen egybeesés, vagy ennyire felértékelődött Budakeszi az elmúlt rövid időszakban? Nagy megtiszteltetés, hogy Budakeszit ilyen neves, tekintélyes személyiségek látogatták meg. A köztársasági elnök urat a Pilisi Parkerdő ZRT hívta meg a Tündérkert nevű programjára, ahol volt lehetőségem nekem is személyesen találkozni az elnök úrral, és pár mondatot váltani is. Nagyon megköszöntem neki, hogy ide látogatott Budakeszire, vittem neki ajándékot, egy budakeszi bort, és egy régi képet 1995-ből, amikor a köztársasági elnök úr és a miniszterelnök úr ellátogatott együtt ide közösen Budakeszire, és egy rendezvényen részt vettek, és ott egy akkor készült fotót bekereteztettünk, ilyen szép dosszéba, és akkor azt adtam át neki ajándékba. És most, hogy itt volt személyesen is, megragadtam az alkalmat, hogy említsem neki, hogy 2020-ban lesz egy fontos katolikus konferencia, aminek a budakeszi makkosi templom is nagyon szívesen lenne egy helyszíne, jelentkeztünk is erre természetesen, de az egyházi vonalak mellett nagyon fontos, hogy olyan infrastruktúrális környezetet is teremteni, hogy az ide látogató vendégeket méltóképpen tudjuk fogadni, kiszolgálni. Na most ennek része a Makkosi útnak a jelenlegi helyzete, állapota. Ez egy nehéz sorsú út, azt kell, hogy mondjam. Ennek az engedélyes tervei megvannak, de körülbelül egy olyan 300 millió forintba kerülne ennek az útnak a megépítése csapadékvíz elvezetéssel. Ez egy akkora kivitelezési költség, amit egy ekkora költségvetésű települési önkormányzat nem tud egyedül kigazdálkodni. Ebben kértem az elnök úrnak a segítségét, és ő nagyon kedvesen azt mondta, hogy természetesen szívesen segít, írjak neki egy levelet ezzel kapcsolatosan, és akkor a szükséges intézkedéseket megteszi, úgyhogy bízom benne, hogy lesz segítségünk ebben a kérdésben is. Már csak ezért is jó, hogy ilyen jeles személyiségek itt vannak, mert januárban, ha jól tudom, miniszterelnök úr az uszoda építkezéshez ígért valamilyen segítséget. Igen, a miniszterelnök úr nagyon kedvesen azt említette, hogy ebben a kérdésben segít Budakeszinek. Az ügy az úgy áll, hogy kormányülés fog dönteni az úszoda végleges sorsáról, és utána lehet aztán szerződést kötni a települési önkormányzatnak majd a kivitelezővel, és akkor válik aztán jogilag szabályozott formába ez az ígéret, és hát bízom benne, hogy ez meg is fog történni. Amint konkrét szerződésünk lesz, akkor azt is azonnal majd a tisztelt lakosoknak a tudomására fogjuk hozni. Nézzük a legutóbbi testületi ülést. Fontos témák kerültek napirendre. Az egyik legközpontibb kérdés a főtéri park helyzete, ugye mi hangzott el ezzel kapcsolatban? Megkereste az önkormányzatot egy budakeszi lakos azzal a kéréssel, hogy a budakeszi központi helyen elhelyezkedő főtéri parkba szeretne egy kulturális központot, kávézót kialakítani. Ez körülbelül egy 150 négyzetméter alapterületű helyiség lenne, amiben a helyi lakosok kulturáltan tudnak eltölteni a szabadidejüket, és amellett, hogy egy nyilvános mellékhelység is kialakítása kerülne, amit ingyenesen tudnának a parkban sétálók, gyerekek, felnőttek használni, ami egy régi igény egyébként a budakeszi lakosok részéről. A képviselőtestület ezt a kérdést többször tárgyalta, több lakossági fórumon is felvetődött, a Facebookon is tárgyalták a helyi lakosok. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokféle vélemény érkezett ezzel kapcsolatosan. Van, aki örülne egy ilyen típusú beruházásnak, van, akinek az a véleménye, hogy a főtéri parkba ilyet megépíteni nem szabad. Hova kerülne ez a terület? A főtéri parkban kialakításra került egy nagyon szép kis színpad. Igen. És a színpad fölött van egy nagyobb zöld
terület, szabad terület, és oda kerülne ez a 150 négyzetméteres pavilon jellegű, könnyű szerkezetes épület elhelyezésre. 15 éves bérleményben gondolkoznak a jelentkezők. Miután nagyon megosztja ez a lakosságot, ezért a képviselőtestület végül úgy döntött, hogy egy nyílt egyfordulós pályázatot ír ki ebben a kérdésben, amire bárki jelentkezhet, meg van határozva a bérleti díj nagysága, természetesen az, hogy egy kulturális programmal kell jelentkezni ez ügyben, és amellett egy olyan építészeti értéket kell létrehozni, ami méltó lehet ennek a parknak az elhelyezkedéséhez, a szépségéhez, a minőségéhez. Kulturális funkció az azt jelenti, hogy irodalmi est esetleg, zenekamara zene. Így van, tehát ami egyfajta kikapcsolódást, más minőségű kikapcsolódást jelenthet a helyi lakosságnak, többet nyújthat a lakosoknak, mint ami most esetleg ott van. Ezzel a pályázattal szeretnénk körbejárni, hogy egyáltalán milyen jelentkezések érkeznek erre a pályázatra, milyen ajánlatok érkeznek, milyen színvonalú kulturális programokkal tudnak jelentkezni a pályázók, és utána aztán a képviselőtestületnek még mindig van ideje ezt a kérdést végig gondolni, hogy vajon indokolt-e ott egy ilyen helyiségnek a megépítése, vagy egyáltalán erre a lehetőségnek a megadása, mert hiszen ugye ezzel a szintes réjén ott van a művelődési központ és környezete, 6000 négyzetméter, az is most kerül rendezésre, az önkormányzat hamarosan szeretne kiírni egy hasznosítási pályázatot a művelődési ház épületére vonatkozóan, hát hiszen egy rosszabb, hidegebb téli hónapban 1 millió forint rezsiköltséget fizet az önkormányzat ezután az épület után, funkciótlan, a lifttel is mindig problémák vannak, tehát sok olyan dolog van, ami meg kellene oldani. Érdemes még korszerűsíteni az épületet? Ez a kérdés energetikailag a liftet megcsinálni, stb. Vagy inkább dózer és egy teljesen újat oda elmondani? Ez régi kérdés. Ez egy nagyon régi kérdés. Én a magam részéről azt gondolom, hogy tiszteletbe tartva az elődöket és akik építették és ebbe energiát tettek, egyszerűbb megoldás lenne, ahol oda egy szép korszerű épület épülne a mostani technikai, még építészeti eszközökkel, és akkor az biztos, hogy energetikailag is egy korszerű dolog lenne, hosszabb ideig tudná szolgálni a helyi lakosságot, mint hogy most esetleg egy kicsit felújítunk, egy kicsit javítgatunk rajta. De hát ez elsősorban egy műszaki, építészeti kérdés, egyelőre azokkal az építészekkel, akikkel mi előzetesen erről beszéltünk, a többségnek az volt a véleménye, hogy tulajdonképpen ezt az épületet bontani kellene, és akkor mindenféle további megkötés nélkül, tehát a jelenlegi épület megkötései nélkül egy új korszerű épület megépítésével lehet. Ez még a jövő zenéje, szokták mondani, ha már kultúra. Jövő zenéje, de azért ezzel kapcsolatosan is ezt a pályázatot szeretnénk a jövő hónapban kiírni, és akkor ezt azért említem, mert nyilvánvalóan ezt a területet valamiféle egységes szempontból kell megközelíteni, tehát a főtéri parkban ez a kávézó, akkor a művelődési központ és a környezete, az ott esetleg kialakuló vendéglátóhelyek, a tüdőgondozó épülete, hátul az a kert, azért mégiscsak egy kört alkot. Én nekem mondjuk az a véleményem, hogy minél többféle lehetőségből választhatnak a lakók. Tehát, hogyha van mondjuk 2-3 fajta kávéház vagy vendéglátóhely, azért az a lakosságnak nem rossz, tehát nyilván a versenyt ez csak javítja. Ha többféléből lehet választani, az lehet, hogy éppen a vállalkozóknak nem annyira kedvező, de hogy a helyi lakosoknak jó, az biztos. Hát meg az egyikben lehet reneszánsz muzsika olyan profil, a másikban lehet a népzene inkább, úgyhogy több réteget is meg lehet célozni. Viszont a BVV ügyvezetői posztjára egy konkrét személyt céloznak, pályázatot írnak ki erre, hiszen legutóbbi beszélgetésünkkor említette a polgármester asszony, hogy kiírják a pályázatot. Kiírtuk a pályázatot, határidőre 22 pályázó nyújtotta be az anyagát. Ez soknak tűnik. Nagy érdeklődés volt valóban. Mindezek ellenére reménytelennek nyilvánítottuk a pályázatot.
és még egyszer kiírtuk. A képviselőtestület nem jutott egy hangú döntésre a kérdésben, hogy ki vigye ennek a cégnek a vezetését a továbbiakban, ezért még egy fordulót kiírtunk. Nagyon fontos ez a cég, az önkormányzat munkáját nagyon sok szempontból ennek a cégnek a munkáján keresztül mérik le, hiszen az összes városüzemeltetés, karbantartás, személyszedés, a város működésért felel ez a cég, és hogyha nem megfelelően működik, akkor az nyilvánvalóan az önkormányzatnak a helyzetére is visszahat. Most megbízott vezeti, vagy Pozsik Ádám megbízottként vezeti? Ki el most? Pozsik Ádámnak nincs visszavonva vezetői megbízása, amellett volt kérve a pályázat, tehát amíg ez a kérdés meg nem oldódik, addig ő az ügyvezető, tehát vezető nélkül nyilván nem maradhat a cég, amíg ez a helyzet nem tisztázódik, de hát ez azért a 20. testületülésen. Pozsik Ádám pályázott? Legutóbb a 22 között ott volt ő is. És a civilek is pályázhatnak. És a civilek is pályázhatnak, a civil szervezetek. Idejében is 2,5 millió forinttal támogatja az önkormányzat a helyi budakeszi civil szervezeteknek a tevékenységét. Úgyhogy, hány civil szervezetet akar ez nagyjából? Hát úgy átlagosan olyan 30 szervezet szokott jelentkezni erre a pályázatra, és ők aktívan dolgoznak is Budakeszi érdekében. Támogatjuk is őket, nagyon fontosak egy közélet szempontjából is, az önkormányzattal is együttműködnek, tehát azoknak az önkormányzati céloknak a megvalósításában jó partnerei a civil szervezetek az önkormányzatnak, amit hát ezúton is köszönök. A pályázat beadásának a határideje egyébként május 31-én. Van még idő. A civilek, akár civil szervezetként, akár magánemberként javaslatot tehetnek a következő értékter konferencián, hogy mely értékeket emeljék be a budakeszi értékek közé? Igen, természetesen van ezzel kapcsolatosan egy űrlapunk, aminek a kitöltésével bárki javasolhat a budakeszi értéktárba olyan épületet, személyt, gyönyörű fát, tehát nagyon-nagyon sokrétű dolog lehet. Megy értékről, ugye sor... Mamutfenyő biztos közte lesz. Mamutfenyő biztos közte lesz, a svábfánk is bizonyára közte lesz, de emellett nagyon sok minden értékről beszélhetnénk itt Budakeszivel kapcsolatosan is. A szerdai konferenciára értékes előadásokat várunk, és sok érdeklődő lakost, és szeretnénk, hogyha egy kicsit ebbe a mozgalomba is jobban be tudna csatlakozni Budakeszi is, meg azok a helyi lakosok, akik érdeklődnek ez iránt. Ezek az értékek is vonzóvá tehetik a települést, de ezek az értékek már megvoltak eddig is. Milyen visszhangja volt az utazás 2017 konferenciának, rendezvénynek? Budakeszire mennyire irányulhatott rá a figyelme a lakosoknak? Ennek a visszajelzései majd most fognak beérni, mert ugyanis több budakeszi vállalkozót megkerestünk ebben az ügyben, és készítettünk is kuponokat, ami ön rajta szerepel, hogy a 2017 kiállításon osztogattuk tulajdonképpen, és ezzel a kuponnal, hogyha valaki betér az adott vállalkozáshoz, akkor pár százalék kedvezményt kaphat. Tehát ez egy mérőszám lesz majd a vállalkozásoknál is, hogy vajon a 2017 kiállításon osztogatott kuponjaikból mennyi vendég ment oda, és ez egyáltalán micsoda reklámértéket hordozhat a jövőben, úgyhogy ez egy nagy kíváncsiságra adható okot. Én magam is érdeklődve várom ennek az eredményét, de azért sok egyéb fajta kapcsolat is kialakulhatott ott. Most voltunk először ezen a kiállításon, a polgármesterek is úgy látják meg én is, hogy ez egy első lépés volt, a tanulságokat leszűrtük, jövőre is szeretnénk megjelenni ott, de akkor már egy kicsit még ügyesebben. Böttként, mint a Bött tagjaként, vagy budakeszi alanyi jogon? Mindenképpen hasznos volt, hogy az önkormányzati társulás részeként jelentünk ott meg, hát nyilvánvalóan így a költségek is megoszlottak, és ezen a kiállításon így térségként sokkal érdekesebb volt a megjelenni, mint mondjuk egy-egy kisebb település szempontjából, hát itt, hát hiszen így akár így föl is lehetett vagy fel lehet fűzni ezeket a településeket egy szép napba, és akkor annak a napnak a részeként.
itt egy fadlaltra, ott egy templomot megnézni, pince soron végig sétálni, stb. Javaslom, hogy beszélgetésünk végén essék szó sokunk kedvenc témájáról, a nőkről. Egy praktikus és nagyon hasznos információ, illetve egy rendezvény, ami velük kapcsolatos. Az első az az ingyenes szűrés. Igen, minden évben az önkormányzat megrendezi az ingyenes rákszűrést, nőgyógyászati szűrést. Felhívom itt is a budakeszi hölgyek figyelmét, hogy vegyenek részt, telefonon lehet bejelentkezni, tehát időpontot kell kérni erre a vizsgálatra. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, tehát a megelőzésről nem lehet eleget beszélni, úgyhogy minden hölgynek ezt szeretném a figyelmébe ajánlani. És emellett azt gondoltuk idén a nőknapi rendezvény során, hogy mindig nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a nőtársainkat, de tulajdonképpen mi az, amivel még pluszban tudjuk segíteni az ő életüket, hát talán az ismeretterjesztéssel, vagy olyan típusú rendezvényeknek a megszervezésével, ahol talán olyan új dolgokat, új szempontokat fedezhetnek fel, amire eddig nem volt lehetőségük, vagy elkerült a figyelmüket. És ebből kiindulva gondoltuk, hogy egy kis női varázs címmel szervezünk május 13-án, szombaton, 2 órai kezdettel itt a polgármesteri hivatal előtt, meg a hivatalban egy rendezvényt, amivel elsősorban a hölgyeket szeretnénk megszólítani, de természetesen várjuk az urakat is, tehát lesz benne örömtánc, jóga, táplálkozással, főzéssel, divattal, hajdivattal kapcsolatos tanácsadás is, és azért sok olyan érdekes előadó, például Kriston Andrea, akkor egészségmérés, diabetikus, ezt pontosan megmondom, a Korányi Diabetes Klubbal, egészségügyi állapotfelmérés, látásvizsgálat, és minden ilyen típusú program, ami szerintünk az itteni hölgyeknek az életét kicsit színesítheti. Polgármester asszony, főz valamit? Én nem tervezem, hogy főzök, de viszont lesz ilyen, hogy főzünk néha mást is címmel, egy táj szakács, aki a táj konyhának az érdekességeit fogja ismertetni az érdeklődő hölgyekkel, de akkor okos tányér címmel, emellett az új magyar táplálkozási ajánlásokról is egy táplálkozás egészségügyi szakértő is fog beszélni. És ez a hagyományt kívánok teremteni. Szeretném. Ezen túl Budakeszi lesz a nőnap, március 8-án, és ez a nőnap plusz. Ez a nőnap plusz egyébként így is mondhatnánk, ez így nagyon jó hozzászólás is. Hát jön el a szerkesztő úr is, mindenképpen ott leszek. Körülmények között. Tehát szeretnénk, hogyha nem csak hölgyek jönnének elsősorban, mert azért a hölgyek az urak nélkül nem sokra mennének, tehát ezt azért el kell, hogy mondjam, de nekünk fontos az, hogy a hölgytársaink figyelmét azért felhívjuk olyan dolgokra is, ami az ő életüket szerintünk egy kicsit javíthatja, színesítheti.